Holnap, azaz június 19-én lesz pontosan 75 esztendeje, hogy Párizsban labdarúgó világbajnoki döntőt játszott a magyar válogatott. Az aranycsapatot megelőző korszak másik ezüstérmes nemzeti gárdája, amely 75 ezer néző előtt 4-2-re kapott ki a Piola és Meazza vezette olaszoktól. Futballtörténelem következik Kő András szakíróval, a Magyar Nemzet főmunkatársával, sportos históriák könyvszerzőjével. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, jó és reggelt! Kezdjük ott, András, hogy ugye ez volt a harmadik labdarúgó világbajnokság, az első egyszer s mind, ahol már alanyi jogon ott lehetett a címvédő és a rendező is. Milyen várakozás előzte meg ezt a világbajnokságot a korabeli sajtóba, és különösképpen milyen várakozás előzte meg itthon? Mit mondott a magyar közvélemény ezelőtt a VB előtt? Hát tudjuk, hogy néhány ország nem vett részt, köztük azt hiszem Uruguay és Anglia, hát Anglia hiányzott, Anglia mindig hiányzik, de az utána következő években az Anna leszek nem foglalkoztak azzal, hogy ki nem vett részt, és milyen várakozás volt, hanem nagy világbajnokságnak tartották. A magyar részről nagy volt a várakozás, de voltak nagyon komoly gondok, főleg anyagi gondok. Nem volt pénz, hogy a csapat kiutazzon. Ezért aztán január 10-én részt vettek egy vajas kenyértúrán Portugáliában, és ki is kaptak 4-0-ra. Na most ilyen előjelekkel próbáltak részt venni a világbajnokságon, és szerencsére a miniszterelnök 12 ezer pengő összeget adott, hogy részt vegyenek, de tudni kell, hogy ez a magyar csapat, az akkori magyar csapat, hol nyert, hol kikapott. Tehát nem volt olyan előélete, mint a későbbi aranycsapatnak. De nagyon szépen menetelt előre, és amikor a végső stádiumba jutott, akkor már azt mondták, hogy egy olvasói levél jelent meg a sportújságban, hogy tegye meg azt a magyar csapat, hogy a kormányzó 70. születésnapjára megnyeri a világbajnokságot. Ismered ezt a dolgot, amikor megnő az étvágy. Uh-huh. Mert akkor igazából, ha be akarnánk lőni, hát persze akkor még nem voltak ilyen tételes statisztikákkal alátámasztott világranglisták, de hogy ez az akkori magyar labdarúgó válogatott ebben a világmezőnyben, élmezőnyben, Hol lehetett úgy játékerőt képviselni, a maga hullámzásaival együtt, meg azért a maga tehetségeivel együtt is? Nagyon nehéz kérdés, és én óckodom mindig az összehasonlítástól, uh-huh. Ugye, hogy a mai válogatott milyen eredményt érne el Puskásékkal, milyen helyet képviselt. Ugye az előbb mondtam, hogy hol nyert, hol veszített, tehát nagyon szép eredményei voltak, nagy csillagai voltak. Nagyon nagy csillagai voltak, és nyilván ebben a beszélgetésben szóba kerül majd néhány jeles személyiség. Olyan csillagai voltak annak az időszaknak, például Cseh II, Turay Toldy, hát Toldy, mint szívember, ez fogalom ma is, hogy hihetetlen. Tehát nyilván voltak néhány válogatott, amelyik extra klasszist képviselt, de ennek a magyar csapatnak az is kijöhetett volna, hogy megnyeri a világbajnokságot. Nyilván lesz szó a beszélgetésünkben arról, hogy a realitás nem ez volt. De mi büszkék lehetünk utólag is 75 év távlatában arra, hogy ilyen csillagaink voltak. Beszéljünk először a világbajnokságról, illetve a világbajnoki döntőről, meg a kapitányról, és akkor utána majd a csillagokról is. Ugye szépen menetelt a csapat, Holland, India, Svájc, Svédország, elérkeztünk a döntőhöz. A döntőben Dicz Károly szövetségi kapitány kihagyja az általad már említett csillagot, Toldyt. Sokan nem értik, illetve sokan azt mondták, hogy a kapitány túlságosan hallgat a sportsajtóra. Ezek szerint már akkor is voltak ilyen hangok, hogy ki milyen be van a sportsajtóra. Beszéljünk egy kicsit magáról a kapitányról, akinek nagyon érdekes élettörténete volt. Volt Budapest rendőrfőkapitánya is, volt ügyvéd, letartóztatta Kumbélát, aztán raboskodott Mauthausenbe, kitelepítették. Milyen volt Dicz kapitány igazából? Hát, hogy milyen volt Dicz, mint kapitány, tehát szakmailag milyen ember volt, ezt nagyon nehéz megítélni, és nem is olvastam semmit arra vonatkozóan, hogy mint szakember mit képviselt. Hát a negyedik legeredményesebb, az eredmény a negyedik legeredményesebb. Igen, tehát ez akkor már válasz arra, amit kérdeztél.
Kétségtelen, hogy nagyon felforgatta a csapatot a döntőre. Ugye kihagyta a Toldit, erre megsértődött Turay, és megsértődött Korányi. Ez is micsoda egy történet, nem, hogy megsértődött, és azt mondta, hogy fáj a lábam, és nem volt hajlandó játszani. És amikor a sportlap munkatársa, Feleki László, drága öreg barátom, még én sokat jártam föl hozzá kávézni élete vége felé, tehát amikor ő azt írta, hogy illetve megírta, hogy ki mit nyilatkozott, akkor Toldi a mérkőzés végén azt mondta, hogy nem nyilatkozom, mert ha elmondanám, hogy mit érzek, és hogy vélekedem, akkor engem eltiltanának. Ugyanezt mondta Turay, hogy nem nyilatkozom, ugyanezt mondta Korányi, nem nyilatkozom, és Schaffer, akit Fußballkönignek hívtak a németek, akkor a játékos volt, mert tudni kell róla, őről a kevés szó esik, hogy edzője volt ennek a csapatnak. Tehát Dietzről beszélünk, aki egy nagy figura volt, de mellette ott volt egy Schaffer, aki játékosnak sem volt akárki. Ő is azt mondta egy mondatban, hogy tartalékos csapattal nem lehet győzni. Nem lehet világbajnoki döntőt nyerni. Nem lehet világbajnoki döntőt. Beadzáik és Pioláik ellen, igen. Igen, igen, igen. A korna csapata ellen. Úgyhogy, de ez is milyen szörnyű, hogy szegény Schaffer is deportálták, és a gázkamrában végezte. Szóval hát olyan hihetetlen dolgok, amikről jaj, de jó, hogy beszélhetünk, jaj, de jó, hogy elmondhatjuk a fiataloknak. És ha beszéljünk egy kicsit akkor erről a csillagokkal teli társaságról, meg ennek egy kicsit a társadalmi összetételéről, meg hogy milyen élettörténetek voltak itt, mert nem ejtettünk még szót Sárosi doktorról, a korszak legendás figurájáról. Itt alapvetően ugye Fradi, Hungária és Újpest. Igen. Ebből a három csapatból áll össze. Van egy idegen légiósunk is, Kohut Vilmos, Le Canon Ongroáz, a magyar bombázó, a magyar ágyú. Milyen élettörténeteket érdemes itt kiemelni? Ugye azt tisztázni kell, hogy a futball akkor nem az arisztokrácia sportja volt. A futballisták olyan társadalmi millióból jöttek, ahol szegénység volt. Tehát itt van például Turay Sutyó, akit pályája elején Sutyónak neveztek, de olyan nagy játékos lett, hogy a végén már császárnak hívták. Tehát ezek a játékosok nem voltak diplomás emberek. Tudtak valamit, ami megrészegítette a közönséget. Tudták mívelni a labdával azt, amit kevesen. Csodálatos történetek, anekdoták sora ötlik föl az emberben. És én összeírtam, hogy mi történt velük, később, és ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Pár jó példát. Szabó, aki a Hungária kapuvédője volt, 56-ban külföldre ment. Nem tudjuk, hogy mikor halt meg, mi lett vele. Sas, a Hungária jobb szélsője, 1938-as VB után kivándorolt Dél-Amerikába és Argentinában. Sokáig játszott, és ott halt meg. Aztán Sárosiról te is beszéltél, ugye 1948-ban engedéllyel kiment Olaszországba, a Rómát vagy a Juventust? Volt a Juventusban és volt a Rómában. Bocsánat, Juventust. Igen. Juventust bajnoki címhez segítette, és... És milyen érdekes, hogy holnap után lesz 20 éve, hogy Genovába elhunyt. Tehát ott van egy újabb... Igen, és nagyon sok fiatalt indított el a futballpályán. Zsengelér Gyula 1948, szintén Olaszországba távozott, engedéllyel. Titkos nem, a balszélső, én még halála előtt egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam vele, Kelenvölgyben, de hát ő sincs már közöttünk. Tehát íme megint mit látunk, hogy 1956 nem csak az aranycsapatot tizedelte meg, meg a magyar sportot, tizedelte meg más sportágakban is, hanem még visszahatott 1938-ra is arra a csapat. Még azt a futballtradíciót is az igen, itthoni igen, jól lehet, az akkor már nem voltak fiatal emberek, de akkor is úgy gondolták, hogy jobb odakint, mint idebent. András, azt mondd meg végül, hogy ugye az a kultusz, ami örvendetesen alakul ma Magyarországon az aranycsapat körül, utcanév, emlékművek, már szobrok is, szóval ezek jelzik a megbecsülést. Milyen adósságunk van, és miért van
kicsit háttérben ez a 38-as, szintén VB ezüstérmes csapat, amire egyrészt persze lehet magyarázat az, hogy régebben volt és kevesebb élő tanú van, de nem tudom, hogy ez teljes mértékben magyarázat-e. Az idő az magyarázat. Ugye nyilván, akik 1942-ben, 43-ban éltek, azok el tudták sorolni annak a csapatnak az összeállítását. Nekem, nekünk meg kell nézni, hogy hogy is állt föl ez a csapat. Mi tudjuk az aranycsapat összeállítását. 1980-as években a Sportlap munkatársaként több cikket írtam arról, hogy egyetlen egy emberről neveztek el utcát, bocsánat, Sétányt, Hajós Alfédról. Az 80-as évek elején. Ma már hála Isten jobb a helyzet, mert Grosics Gyulától kezdve Hidegkuti stadionig, stb. Egyre több létesítményt neveznek el. Aranycsapatról beszélünk, azért kérdezem én, hogy igen, milyen tennivaló van mondjuk aranycsapatról. A 38-asokkal kapcsolatban. Most itt gondolkoztam ezen sokat, és arra a következtetésre jutottam, hogy pesszimista vagyok. Hát el tudod-e képzelni, hogy Sárosi stadion legyen? El tudod képzelni, hogy Toldi vagy Ort stadion legyen? Vagy elnevezzenek róla valamilyen létesítményt? Hiszen még csak Kohútról is szöget neveztek el, igaz? Tehát... Igen, igen, jó példa. Nagyon nem hiszem, hogy ezen a téren valami nagy változás lesz. A Sportmúzeum sokat tehet ezért az ügyért és megismertetésükért. Jó lenne, ha lenne egy önálló épülete, ahol egy állandó kiállítás, időszaki kiállítások hívnák fel a figyelmet arra, hogy kik voltak azok, akik nagyján tették a magyar nevet a futballpályán. De az, hogy elnevezzenek ezekről a nagyszerű emberekről valamilyen intézményt, létesítményt, talán valamilyen iskolát, Hát meglátjuk, meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azért remélem, hogy még életembe be fog fordulni egy Sárosi utcába az Ort közből. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy segítettél az emlékezésben. Nagyon szívesen.